Eljutottunk egy igen szenzitív pontra, a szervezet, informatikai szervezet centralizációjára. Ez itt négyféle pont, négy dologról lesz szó. Az okokat, ami miatt ez erre sor került, a központi informatikai szervezet kialakítására, az alapelvekre és az igazgatósági informatika központosítására. Na, visszafelé megyünk. Ugye először már volt arról szó, hogy volt egy ilyen stratégiai döntés, elosztott rendszerek helyett központi architektúra, a VMS, DSM, Unix, Oracle. A feladat most az volt, hogy az informatikai szervezet feleljen meg az új struktúrának, a működtetéséhez és fejlesztéséhez. Igazából az APEC-ben kétszintű informatikai rendszer volt, az egyik a központi, 450 fővel körülbelül, a másik a megyei 400 fővel. Ezen én is meglepődtem most, amikor néztem az adatokat, hogy a megyei rendszerekben 397 fejlesztő dolgozott, és a központban pedig 450. Ugye ebben az esetben a munkáltató jogok a megyékben voltak, de a központi szeretné pedig a központban. Itt a gondot az okozta, hogy a megyei fejlesztő, itt van két megyei volt igazgató is, akik szigorúan néznek rám, de majd legfeljebb majd hozzászólnak a végén. Tehát a gond az volt, hogy a megyék önállóan fejlesztette saját rendszereiket, és cserélgették egymás között, és nagyon meg voltak elégedve, hogy ide-oda cserélgették a rendszereket, csak éppen ezt utána üzemeltetni kellett volna. Az üzemeltetés meg a központi informatika feladata volt, mert végül is az a kő volt a felelős az APEC informatikáért, nem pedig a megyék. Ja, ez már volt, bocsánat, itt elkeveredem a nyilak között. Az APEC központi informatikai szervezete a következőkből állt. Egy alkalmazásfejlesztési főosztály, amelyik a feladat az igazgatóság működő felhasználói rendszereknek a karbantartása, fejlesztése. Volt a hálózat és rendszerfejleti főosztály, a HRFO, látszik, hogy mi a feladata. És a szervezet igazából így nézett ki, az elnök, itt jobb, nekem jobb oldalt, neki jobb oldalt a felsorolása azoknak az osztályoknak, szervezeti egységeknek, akik az elnök helyettese alá tartoztak, ide tartozott a pillér, és érdekes módon ugye a közbeszerzési iroda. Ezt azért volt ott, mert megörökölte informatika elnök helyettese a Kalmár Istvántól, akihez tartozott korábban ez a közbeszerzési iroda. És akkor további főosztályok, akkor kicsit részletesebben. Ugye a Strafónak volt egy olyan szerepe, hogy figyelte a nemzetközi trendeket, és megpróbálta gazdmostani őket, és a APEC-be valamilyen formában utána majd ezt javaslatként bevezetni. Üzemeltetési főosztály meg üzemeltetett nyilván. És az APEC Study, akinek az volt a sajátossága, hogy nem egy informatikai szervezet volt, hanem bizonyos szakmai tevékenység is folyt. És ez a pénzforgalmi rendszerrel kapcsolatos volt. Hogyha az ember tiszta informatikai szervezeteket, egységeket akart létrehozni, akkor a Study ebből bizony komolyan kilógott. Ügyteszerzési önálló osztály és közbeszerzési iroda, ahogy az előbb elmondtam. Na most, hogyha a klasszikus informatikai funkciók szerint osztályoznánk a szervezet egységeket, akkor a fejlesztésre látszik, hogy öt szervezet is, fejlesztés öt szervezetben is folyt. Üzemeltetésnél ugye 2, 4, 6 szervezet egységben folyt üzemeltetés.
Nyilván ugye ez nem volt szerencsés, és ezért szükségessé vált a szervezet korszerűsítése. Én már az előbb is el kellettem mondanom, hogy óriási szerencséje volt itt a informatikának, hogy Vida Ildikó elnök és a Vámosi Nagyszabolcs és a Varga Árpád elnök helyettesek teljes mértékben kiálltak az informatikai átszervezések és fejlesztések mellett, így tehát teljes szakmai vezetés támogatását élvezte a tevékenység, ami nagyon ritka. Minden esetre az elején mindenképpen ott volt, de amikor már elnökváltás volt, akkor ezek már folyamatban levő folyamatok voltak. Ezeket megakasztani, megváltoztatni már nem nagyon lehetett, igaz, hogy nem is akarták. Tehát feladat volt ezek után a tiszta profilok kialakítása, és az új szervezeti struktúra illeszkedjen az APEX szervezeti hierarchiájában. Itt vannak azok a sarokpontok, amiket figyelembe kívántunk venni. Hát a vezetők száma nem nőhet, nem személyes szabott szervezet jön létre, meg kell tartani a kulcsembereket, nem cél a létszám optimalizáció, és hosszú távú koncepció az informatikai főigazgatóság megvalósítása, erre azonban később sem került már sor. És akkor itt látszik a új szervezet, stratégiai főosztály, fegyületi üzemeltetési osztály és informatikai fejlesztési főosztály, APEX study pillér, és hát itt, ha de ezen az ábrán jól látszik, hogy hogyan lettek átszervezve a tevékenységek. Tehát Pillér Kft. Már megmaradt az elektronikus APEX. Elkerültek onnan bizonyos operatív fejlesztési feladatok és a stratégiai feladatok az IFF-be. A Strafo megmaradt a stratégiai feladatoknál, és átkerültek bizonyos fejlesztési feladatok a fejlesztési főosztályhoz. Az AFO valamennyi feladata megmaradt, és bővült a továbbiak, már nyilakkal jelent további tevékenységgel. A study, ugye azt mondtam, hogy a studyból került a legtöbb tevékenység át a központ más szervezetei, egységei a központnak. Jól látszik, hogy milyen fejlesztések kerültek át. A lényeges az volt, hogy fejlesztés csak a fontos, tehát megszűnt a sok fejlesztési tevékenység a különböző osztályokon. Megmaradtak a szolgáltatási funkciója a study-nak, és elkerültek bizonyos üzemeltetési feladatok a üzemeltetési főosztályhoz. Az UFO-nak valamennyi feladata átkerült a FUFO-hoz, és a HRFO-nak is valamennyi feladata átkerült a FUFO-hoz. Na most jött a következő feladat. A január 1-től az igazgatósági informatikusok is központi állományba kerültek. Ennek az lett volna az eredménye, de részben meg is valósult, hogy megszűntek a helyi fejlesztések. Felügyelt hozzáférés a központi eszközökhöz, és érdekes módon én azt találtam írásban, hogy 2700 programot kellett átvenni az igazgatóságtól a központi informatikának, miközben úgy emlékeztem, mint egy 10 000-et kellett átvenni. Ezekben voltak 3000 soros alkalmazások is, attól függően az igazgatóság milyen szorgalmas volt, és hány informatikussal rendelkezett. Mert voltak olyan főigazgatóságban, 20-30 fős informatikai főosztályok voltak. És ezeket az alkalmazásokat át kellett venni, mert ezek a hétköznapi életben használatosak voltak, és ezeket valamilyen szempontból az igazgatóságoknak is biztosítani kellett. Na most hogyan történt az átszervezés?
Hát megpróbáltuk a lehető legdemokratikusabban elvégezni. Ez azt jelentette, hogy személyes megbeszéléseket folytattunk az igazgatókkal és az igazgatósági informatikusokkal, ahol megpróbáltuk megbeszélni, hogy központi feladatokat fognak kapni. Az informatikusok nem veszik el a tudásuk, tehát feladatok lesznek, és így hát meg fogjuk becsülni azokat a munkatársakat, akiket átvesz az informatika. És kikértük az igazgatóknak is a véleményét. Hát először is volt egy kétnapos megbeszélés Kecskeméten, ahol a központi informatikai szervezet vezetői és a két leginkább ellenző igazgató vett részt azon az elv alapján, hogy biztos, hogy minden elő fog kerülni, ami csak negatív lehet itt az átszerveléssel kapcsolatban, tehát ha sikerül valamit megoldani, sikerül megoldani dolgokat, akkor már több ellenvélemény már nem fog előjönni. Hát mondjuk ez sikerült is, meghallgattuk a véleményüket és beszélgettek. A másik pedig, hogy az volt a rendszer a APEC-ben, hogy az elnök helyettesekhez tartozott 9 igazgatóságok. Az informatikai elnök helyetteshez 9 igazgatóság tartozott. Érdekes módon ezek általában a borvidékek voltak. Én nem vagyok egy boros, úgyhogy engem ez annyira nem izgatott, de minden esetre ez egy jellemző volt, hogy melyik igazgatóságok voltak. És ezek az igazgatók évente 2-3 alkalommal összejöttek, és megbeszéltük, hogy milyen események történtek a hivatalban, kiknek milyen problémái vannak, hogyan oldják meg ezt az egyes igazgatóságok, és általában cserélték az információt, az elképzeléseiket, úgyhogy az volt a kérés, hogy foglalják össze, milyen kritikával élnek a centralizációval szembe. Ennek eredménye 11 oldalas anyag lett, ami így néz ki. Ezt a Nógrád megyei igazgató asszony készítette, és ez összefoglalta azokat a problémákat, amiket az igazgatók láttak a centralizáció kapcsán. Úgyhogy ezeket remélhetőleg teljes körűen figyelembe is vettük, és viszont a központosítás megtörtént. És így a 450 fős informatikai szervezetből egy 850 fős központi informatikai szervezet lett, aminek azt gondolom az eredményeit, azt a későbbi évek során realizálta igazából a hivatal. És hát én itt be is fejezném. Köszönöm a figyelmet. Gondolom, hogy lesz hozzászólás az eladás után,